Üdvözlünk a Vacsmodzsó Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával elhoztuk nektek 2022 10 legrosszabb videójátékát. Sziasztok, én Zsombor vagyok, és ebben a videóban olyan játékokat mutatunk be, amelyek ebben az évben durván nagyot buktak és porig égtek. A Shovelware játékokat viszont most kihagytuk a listából. 10. Dolmen. Mindig szívesen látunk egy Lovecrafti világban játszódó és kozmikus horrorral teli játékot, de a Dark Souls klónok tengerében a Dolmen nem tudott kitűnni a sci-fi látványvilágán kívül. Minden annyira kiszámítható. Jé, vajon nem fogok-e csapdába esni ezen a széles hídon? A mindenit! Remélem nem vár egy ellenség ennek a szűk folyosónak a végén. Folyamatosan ugyanazok a trükkök játszódnak le, amiket már láttunk újra és újra és újra ezer másik játékban. Ha a Dark Souls volt az újító és az olyan játékok, mint a The Search fogták a formulát és elfutottak vele, akkor a Dolmen a lemaradók közé sorolta magát. 9. Vampire The Masquerade Swansong. A Vampire the Masquerade az a személy, aki még a középiskolában elérte a csúcspontját, és utána kiégett. A Bloodhunt egy figyelemreméltóan jól sikerült játék volt, de ugyanez nem mondható el a Swansongról. Ha valaki egy narratíva központú játékot készít, akkor gondoskodnia kell arról, hogy az írás és a karakterfejlődés elsőrangú legyen, és a Swansong egyszerűen nem éri el a minimális szintet. A tempó teljesen össze-vissza van, a karakterek unalmasak és nincsen semmiféle érzelmi súlya a játéknak. A játékmenet szempontjából a vámpírerők háttérbe szorulnak és ritkán használják őket kreatív módon, aminek elsőbséget kellett volna élveznie tekintve, hogy ez egy vámpírjáték. Pontosabban egy Vampire the Masquerade játék. 8. Alex 2. Amikor a THQ Nordic büszkén bejelentette, hogy 2021-ben folytatást kap az Alex, teljesen összekavarodtunk. Pontosan, kikérte 2017 egyik legrosszabb játékának a folytatását? Na most itt van az Alex 2, és csak úgy árad belőle a középszerűség. Persze, vizuálisan jól néz ki, de mi a helyzet a játékmenettel? Hát, nem valami rózsás. Milyen érzés benne a harc? Pokolian béna. Legalább jól van optimalizálva? Hát, körülbelül annyira, mint a Gotham Knights PC-s verziója. 8000 forint talán alacsonyabb ár, mint a legtöbb RPG-nél, de ez nem mentség a silány teljesítményre, bárha ránézünk, hogy kik fejlesztették, akkor semmi meglepő nincsen ebben. 7. Scorn. A Scorn nagyon úgy tűnik, mintha a 2018-as Agony ismétlése lenne. Itt van ez a játék egy kis csapattól, akik egy gyönyörűen groteszk világot hoztak létre egy potenciálisan úttörő élményhez. Vajon ugyanolyan rossz is, mint az Agony? Hát nem, de az biztos, hogy nem sikerült olyan jól, mint reméltük. A rejtvények annyira homályosak, hogy biztos több időt fogsz tölteni azzal, hogy random nyomkodsz, húzogatsz és forgatsz dolgokat, amíg valami történik, mint bármi mással. Ami a mentési rendszert illeti, a játék csak akkor ment, ha már lenyomtál egy adott fejezetet, ami borzalmas, tekintve, hogy egyes fejezetek befejezése szörnyen hosszú. 6. K.O. The Kangaroo. Egy olyan világban, ahol a 3D platformerek újraélettek, reménykedhettünk benne, hogy a Tate Multimédia egy normálisan összerakott játékkal jelentkezik. Sajnos ez a kenguru viszont már nem üt többé. A harc meglehetősen gyorsan elapad, mivel ugyanazt a kombót püföljük újra és újra, és sajnos túl gyakoriak a bugok is benne. A pályatervezés semmi újat nem mutatott, a zene pedig a rövid loopjaival borzasztóan gyorsan idegesítővé válik. K.O. ismét az út szélére került, miközben Crash, Mario és Sonic folytatják a sikerturnéjukat, és ezen a ponton el kell gondolkodnunk már azon, hogy vajon maradt-e még bármiféle remény szerencsétlen kenguru számára. Ötödik, Waifu Impact. Akarod tudni, mi az ára a teljes monotonitásnak, a puszta unalomnak és a videójátékok iránti közönynek? 2000 forint. Bizony, mindösszesen 2000 forintodba kerül, hogy teljesen elszívj magadtól minden motivációt, miközben animelányok rohangálnak és vízipisztollyal lövöldöznek egymásra. Csak te vagy, és egy üres, istencsillagokból álló világ, ahol minden ellenség ugyanaz az egyetlen karaktermodell újra
és újra. Hidd el, ennek a videónak az írójától, aki kétszer is megkapta a Platina trófeát, nem akarod erre a játékra pazarolni annak a remek hamburgernek az árát. Van jobb helye is annak a pénznek, mint hogy valamilyen banális és lusta módon összeollózott játékot támogass vele. Negyedik, LEGO Bros. Miután 2019-ben iOS-en és Mac-en is megjelent, feltételezhetnénk, hogy a LEGO Bros több platformos megjelenése azt jelenti, hogy volt egy ígéretes élmény, amiről esetleg lemaradtunk. A LEGO Bros az egyik legzavarosabb és legkaotikusabb játék, amivel eddig életünk során játszottunk. A vizuális effektek és a képernyőn rohangáló 7 másik játékos között szinte lehetetlen követni, hogy mi történik egy-egy meccsen, ami a karakterek és a testreszabási részek feloldását illeti, a LEGO Bros elviselhetetlen grindolásra kényszerít. Vannak sokkal jobb LEGO játékok, amelyeket rövidebb idő alatt is végig lehet játszani. Harmadik, Diablo Immortal. Az összes játék közül, amelyek szégyentelenül lenyúlják az emberek pénztárcáját idén, egyik sem bizonyult olyan kirívónak, mint a Diablo Immortal. Ami a Dungeon Crawling RPG franchise solid mobil spin-offjaként indult, az gyorsan egy pay-to-win sémává vált, ahol a több tízezer vagy akár több százezer forint kifizetése az egyetlen módja a high-end felszerelés megszerzésének. Ahogyan 2014-ben az EA Dungeon Keeper-jénél is láthattuk, a Diablo Immortal egyértelműen egy olyan termék, amelyet azért hoztak létre, hogy arra kényszerítsen, hogy rengeteg pénzt dobják ki a tartalomért cserébe. Második, Crossfire X. A 2019-es E3-on az Xbox büszkén jelentette be, hogy egy PC-s legenda érkezik a konzolra. Ez a feltételezett PC-s legenda a Crossfire X volt. A 2020-as és 2021-es megjelenési tervből két késleltetést követően a Crossfire X februárban előbújt a homályos mélységekből. És ez elég gáz volt. Nem csak a leggyengébb játék, amin a Remedy Entertainment valaha is dolgozott, de a Smilegate Entertainment által kifejlesztett játékmenet egyszerűen katasztrófa volt. A mechanika kidolgozatlan volt, a megjelenéskor szinte semmi finomítás nem volt rajta, technikai problémák balra és jobbra is előfordultak, és a játékmenet olyan volt, mintha a Call of Duty 2 alfa verziójával játszottunk volna. Szóval, milyen okból is nevezhettük volna ezt PC-s legendának? Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap kerül ki új videó a csatornára, majd nyomd meg a kis harangomat is, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról. Első, Babylon's Fall. Kiadhatsz egy defektes játékot, elindíthatsz egy silány pénzszerzési rendszert, kiköphetsz valamit az adókedvezmény kedvéért. Amit nem tehetsz meg az, hogy valami olyan cinikus és pénzhajház dolgot adsz ki, ami miatt az egész stúdiót pénzügyileg reménytelenné válik. A Babylon's Fall monumentális szégyen volt a Platinum Games számára, mivel a játék nem magyarázta el megfelelően a mechanikáját, gyakran elemeket nyúltak le, amelyek közül néhányat egyenesen a Final Fantasy 14-ből vettek kölcsön, és unalmas volt a játékmenet. Semmi érdemleges nincs benne, és az a tény, hogy a Babylon's Fall fizikai példányait megsemmisítették, és 6 hónappal a megjelenés után bejelentették a leállítását, azt mutatja, hogy a Platinum Games nem törődött vele annyira sem, hogy valamit kihozzon végül belőle. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy 2022-ben ez a játék nagyobb kudarc volt, mint a Google Stadia. Mit gondoltok a listáról? Melyik játék hagyott savanyú szájízt a szátokban 2022-ben? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!